21. fejezet. Lori rosszfát tesz a tűzre, Joe megbékél. Másnap Joe arca csupa rejtély volt. A titok nagy súllyal nehezedett rá, fontoskodva és titokzatosan közlekedett, pedig másképp szeretett volna. Meg észrevette, hogy valami van a levegőben, de nem kérdezősködött, mert annyira már ismerte Joe-t, hogy tudja, a húgánál minden fordítva működik. Tehát, ha nem kérdez semmit, akkor hamarosan mindent megtud. Ezért aztán igen meglepődött, amikor Joe továbbra is mély hallgatásba burkolózott, és még pátyolgatta is. Meg méltóság teljes zárkozottsággal reagált, és anyjának szentelte minden figyelmét. Így legalább Joe tehette a maga dolgát, mert most már anyja ápolta Bettet. Őt pedig a hosszú bezártság után elküldte, hogy szórakozzon, pihenjen és mozogjon. Mivel Amy nem volt otthon, Lori maradt neki egyedül, és bármivel élvezte a társaságát, most inkább tartott tőle, mert amilyen javíthatatlan csibész, félt, hogy kiszedi belőle a titkát. Ebben igaza is volt, mert a bajkeverő süvölvény, amint megszimatolta a titkot, rögtön elhatározta, hogy utána jár. Igen, kemény próbatétel elé állította Joe-t, hízelgett neki, zsarolta, gúnyolta, fenyegette, ráripakodott, közönösséget színlelt, csak hogy kiszedje belőle az igazságot. Azt is kijelentette, hogy tudja, de nem érdekli, majd kitartó munkával annyit sikerült megtudnia, hogy Megről és Mr. Brookról van szó. Egészen felháborodott, hogy tanára nem avatta be a titkába, és elhatározta, hogy bosszút áll, amiért semmibe vették. Meg mindeközben láthatóan elfeledkezett az ügyről, és kizárólag apja megérkezésének előkészítésével foglalkozott, aztán egyik pillanatról a másikra hirtelen megváltozott, és egy-két napig ilyen is maradt. Összerezzent, ha beszéltek hozzá, elpirult, ha nézték, nagyon csendes lett, és félénken gondterhel tart kifejezéssel varrogatott. Anyja kérdésére azt válaszolta, hogy jól van, Joe-t pedig leintette, hogy hagyja békén. Egyre jobban érzi a levegőben a szerelmet, azt hiszem. Már megvan a legtöbb tünete, izgatott és ingerült, nem eszik, nem alszik, és búslakodik a sarokban. Rajta kaptam, hogy azt a dalt énekli, amit tőle kapott, és egyszer azt mondta, hogy John, ahogy te szoktad. Aztán olyan piros lett, mint a pipacs. Mit tegyünk? Töprengett Joe, és úgy tűnt, kész minden lépésre, bármilyen drasztikus legyen is. Semmit, csak várjunk. Hagyjuk egyedül, legyünk vele kedvesek és türelmesek. Apa a hazajövetele mindent rendbe hoz, válaszolta anyja. Itt van neked egy üzenet, meg lepecsételve. Milyen fura, Teddy soha nem pecsételi le az enyémet, mondta Joe, miközben kiosztotta a kis postaláda tartalmát. Mrs. March és Joe azonnal belemerült a saját levelébe. Meg hangjára azonban, aki ilyet arccal bámult a levélre, egyszerre pillantottak fel. Gyermekem, mi történt? Kiáltott fel anyja, és odaszaladt hozzá, míg Joe megpróbálta elvenni a levelet, amely így felzaklatta a nővérét. Ez valami tévedés, nem is ő küldte. Jaj, Joe, hogy tehetted? Azzal meg a kezébe temette arcát, és keservesen sírva fakadt. Én nem tettem semmit, miről beszélsz? Kérdezte Joe zavartan. Meg egyébként kedves szeme, most dühös szikrákat szórt, miközben előhúzta a zsebéből a levelet, és Joe elé dobta. Te írtad, és az a gonosz fiú segített neked. Hogy lehettél ilyen durva, kegyetlen és gonosz mindkettőnkkel? Kérdezte felháborodottan. Joe ezt már alig hallotta, mert anyjával együtt olvasta a különös kézírással írt levelet. Legdrágább Margaretem, nem tudom tovább törtöztetni szenvedélyem, és tudnom kell a sorsom, mielőtt hazatérek. Még nem mertem elmondani a szüleidnek, de úgy vélem, hogy nem fogják ellenezni, ha megtudják, hogy szeretjük egymást. Lawrence úr segíteni fog, hogy találjak valami jó állást, és utána, drága szerelmem, majd te leszel, aki boldoggá tesz engem. Könyörgök, még ne szólj erről a családodnak, csak küldj egy sort Lawrence keresztül, hogy merjek-e remélni. Örökké hű Johnod. Jaj, a kis gonosz! Így akart bosszút állni azért, hogy tartottam a számat. Ezért még alaposan megfizet. Ide hívom, hogy azonnal kérjen bocsánatot. Kiáltott fel Joe izgatottan, mint aki kész a büntetést végrehajtani.
de anyja visszatartotta. Állj meg, Joe! Először tisztázd magad. Annyi kupésságot csináltál már, hogy attól tartok ebben is benne vagy, mondta tőle szokatlan szigorúsággal. Jaj, esküszöm, hogy nem. Soha nem láttam ezt a levelet, és semmit nem tudtam róla. Úgy éljek, kiáltott fel Joe olyan keserves arccal, hogy hittek neki. Ha én is benne lennék, akkor jobban csináltam volna, és ennél értelmesebb levelet írok. Remélem, nem gondoltad, hogy Mr. Brooke ilyet írt, tette hozzá, és megvetően ledobta a levelet. Hasonlít az írására, hebegte meg, miközben összehasonlította a kezében lévő levéllel. Jaj meg, ugyanem válaszolt erre, kiáltott fel hirtelen Mrs. March. De igen, és meg újra eltakarta az arcát szégyenében. Hát ez botrány. Hadd hozzam ide azt a gonosz fiút, hogy megmagyarázza, amit tett, és hogy megleckésztessük, addig nem nyugszom, amíg el nem kapom a grabancát. Azzal Joe újra az ajtó felé iramodott. Csit! Ezt most én veszem kézbe, mert a helyzet rosszabb, mint gondoltam. Margaret, mondjál mindent, parancsolta Mrs. March, és leült meg mellé, de közben szemmel tartotta Joe-t, nehogy eltűnjön. Az első levelet Lori hozta, és nem látszott rajta, hogy bármiről is tudna, kezdte lehajtott fejjel meg. Először kicsit aggódtam, és el akartam neked mondani, de aztán eszembe jutott, hogy mennyire kedveled Mr. Brooke-ot. Így azt gondoltam, nem bánod, ha titokban tartom pár napig. Annyira bolond vagyok, hogy azt hittem, senki sem tudja, és miközben azon törtem a fejem, hogy mit válaszoljak, úgy éreztem magam, mint a regényekben szereplő lányok, akikkel hasonló történik. Bocsáss meg, anya, most megfizetek az ostobaságomért, soha többé. Nem merek ezután a szemébe nézni. És mit írtál neki? Csak azt, hogy még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy bármit is tegyek, és hogy nem szeretnék előtte titkolózni, és hogy először apával kell beszélnie. Megköszöntem a kedvességét, és felajánlottam a barátságomat, de még jó darabig, semmi többet. Mrs. March elmosolyodott, mint aki nagyon meg van elégedve. Joe megtapsolt, és nevetve mondta. Majdnem olyan vagy, mint Caroline Percy, aki maga a nyugalom. Mond tovább meg. Erre mit válaszolt? Egészen más hangnemben válaszolt. Megírta, hogy ő egyáltalán nem küldött nekem szerelmes levelet, és nagyon sajnálja, hogy a csibész testvérem Joe így visszaélt a nevünkkel. Nagyon kedves és tisztelettudó, nekem mégis szörnyen kínos. Meg kétségbe esve az anyjához húzódott, Joe mérgesen járkált fel s alá a szobában, miközben Lori mindennek elmondta. Aztán hirtelen megállt, és felkapta a két levelet. Alaposan megnézte, aztán határozott hangon így szólt. Szerintem Brooke nem látta egyiket sem. Teddy írta mindkettőt, és a tieidet megtartotta, hogy nevethessen a markába, mert nem mondta el neki a titkot. Ne őrizd titkokat, Joe. Mondd el anyának, és akkor nem kerülsz olyan kalamajkába, mint én, figyelmeztette meg. Jaj, de naív vagy, gyermek. Én anyától tudom. Jól van, elég, Joe. Menj, keresd meg Lórit, és én majd megvigasztalom meget. Alaposan kivizsgáljuk ezt az ügyet, és egyszer s mindenkorra véget vetünk az ilyen heccelődéseknek. Joe elszaladt, miközben Mrs. March finoman közölte meggel Mr. Brooke valódi érzéseit. No, kicsim, és te mit érzel iránta? Szereted annyira, hogy megvárd, még otthon teremt neked, vagy egyelőre inkább megőriznéd a szabadságod? Annyit féltem és aggódtam, hogy még jó darabig nem akarok szerelmes lenni. Talán sohasem, válaszolta morcosan meg. Ha John nem tud erről az esztelenségről, akkor ne mondd el neki. És vedd rá Joe-t meg Lori-t, hogy tartsák a szájukat. Nem akarom, hogy becsapjanak, kigúnyoljanak és bolondot csináljanak belőlem. Szégyen, gyalázat. Mrs. March látta, hogy ez a gonosz tréfa megzavarta a lánya szokott nyugalmát, és megértette büszkeségét, úgyhogy megígérte, hogy a jövőben hallgatni fognak az ügyről. Amint meghallották Lori lépteit az előszobában, meg kiszaladt a szalomba, és Mrs. March egyedül fogadta a vádlottat. Joe nem mondta el neki, miről van szó, mert félt, hogy akkor nem jön át. De amint Lori meglátta Mrs. March arcát, már mindent sejtett, és rögtön elárulta magát azzal, ahogy a kezében forgatta a kalapját. Joe-t kiküldték, de ő inkább az előszobában járkált, mint egy őrszem, nehogy elinaljon a fogoly. A szalomból
hol hangosabban, hol halkabban szűrődtek ki a hangok, de hogy pontosan mi játszódik le odabenn, azt a lányok sohasem tudták meg. Amikor behívták őket, Lori olyan bűnbánó arccal állt anyjuk mellett, hogy Joe ott helyben megbocsátott neki, de nem tartotta helyesnek, hogy ezt ki is mutassa. Meg végighallgatta az alázatos bocsánatkérést, majd kellőképp megnyugodott, hogy Brooke az egészről mit sem tud. A sírba is magammal viszem a titkot, soha nem mondom el neki. 6 lóval sem hozzák ki belőlem, csak bocsáss meg nekem meg. Bármit megteszek, hogy lásd, őszintén szörnyen sajnálom, amit tettem, mondta Lori, valóban szégyenkezve a történtek miatt. Megpróbálom, de nagyon úriemberhez méltatlan cselekedet volt. Nem gondoltam, hogy ilyen sunyi és rossz indulatú vagy, Lori, válaszolta meg szigorúbban, mint akarta, hogy leplezze lányos zavarát. Mélyen megvetendő, amit tettem, és megérdemelném, hogy egy hónapig ne is szólj hozzám, de ugye azért fogsz. Lori olyan könyörgön kulcsolta össze a kezét, és olyan szívhez szólón mondta ezt, hogy bármilyen botrányosan viselkedett, és nem lehetett rá tovább haragudni. A lány megbocsátott neki, mire Mrs. Mart szigorú arca is megenyhült, bár nem volt könnyű megőriznie a komolyságát, amikor Lori kijelentette, hogy bűnéért bármilyen vezetésre hajlandó, és akár féregként is csúszna a megbántott hölgy előtt. Joe mereven állt, és megpróbálta megkeményíteni a szívét, amiből annyi sikerült, hogy végig összehúzott szemöldökkel zordan bámult. Lori egyszer-kétszer rápillantott, de mivel egy cseppet sem enyhült a szigor az arcán, megsértődött és hátat fordított neki, míg a többiek megbocsátottak. Aztán kifelé még biccentett egyet Joe felé, és szó nélkül elvonult. Amint elhagyta a házat, Joe azt kívánta, bárcsak elnézőbb lett volna, és amikor anyja meg a nővére elment, nagyon magányos lett, és Teddy után sóvárgott. Miután kis ideig ellenállt, végül engedett a késztetésnek, és egy kölcsönkért könyvvel felszerelkezve átment a szomszédos nagyházba. Itthon van Mr. Lawrence? Kérdezte Joe a cselédlányt, aki éppen a lépcsőn jött lefelé. Igen, kisasszony, de nem hiszem, hogy most fogadóképes. Miért? Beteg? Jaj, nem, kisasszony, de épp összeszólalkozott Mr. Lorival, akire nemrég rájött a bolondóra, és emiatt mérgelődik Mr. Lawrence, úgyhogy inkább nem mennék most a közelébe. Hol van Lori? Bezárkozott a szobájába, és nem nyit ajtót, bár már kopogtam párszor, mert kész a vacsora, és nincs, aki megegye. Felmegyek, és megnézem, mi a baj. Én nem félek egyiküktől sem. Azzal felment, és udvariasan bekopogott Lori szobájának az ajtaján. Azonnal hagyd abba, különben kinyitom az ajtót, és elintézlek, kiáltott ki a fiatal ember fenyegetően. Joe újra kopogott, mire az ajtó kivágódott, ő pedig beviharzott a szobába, mielőtt Lori felocsúthatott volna a meglepetésből. Tudta, hogyan kell Lorit kezelni, amikor éppen rátör a bolondóra, márpedig most kétségkívül ez volt a helyzet. Bűnbánó arcot vágott, szimpadiasan térdelre tette magát, majd jámboran így szólt. Kérlek, bocsáss meg, hogy annyira dühös voltam. Azért jöttem, hogy jóvá tegyem. És addig nem megyek el, amíg ez meg nem történik. Jól van, állj fel, Joe, és ne majomkodj, érkezett a lovagias válasz. Köszönöm, fel is állok. Szabad megkérdeznem, hogy mi bánt? Nem úgy tűnsz, mint akinek fene jó kedve van. Megráncikált, már pedig ezt nem hagyom annyiban, dörmögte Lori megvetően. Kicsoda? Kérdezte Joe. Nagyapa, ha bárki más tette volna, akkor... S a megsértett ifjú suhintott egyet a jobb karjával. Hát ez igazán semmiség. Én gyakran megráncigállak, és soha nem bánod. Vigasztalta Joe. Hely, te lány vagy. Ha az más, az csak vicc. De nem tűröm, hogy egy férfi megráncigáljon. Nem hiszem, hogy bárki merészelni, ha most látná. Csak úgy villog a szemed a dűtől. És miért bánt így veled? Csak azért, mert azt mondtam, mert én nem mondtam el, miért hivatott anyád. Megígértem, hogy nem mondom el, és természetesen nem fogom megszegni a szavam. Nem tudtad volna valahogy másképp kielégíteni a nagyapád kíváncsiságát? Nem. A teljes igazságot akarta hallani. Elmondtam volna a bűnöm, ha meget ki tudom belőle hagyni, de mivel erre nincs mód, inkább tartottam a számat. Egy darabig tűrtem a szidalmait,
de amikor galléron ragadott, feldühödtem és elrohantam, attól tartva, hogy olyat teszek, amit később megbánok. Nem volt szép tőle, de már biztosan sajnálja, úgyhogy menj és engesztelt ki, majd segítek. Inkább felakasztom magam. Nem hagyom, hogy mindenki kioktasson és püföljön egy kis csintalan tréfa miatt. Meg miatt tényleg szégyellem magam, és férfihoz méltón kértem a bocsánatát. De ha nem én vagyok a hibás, nem fogom újra megtenni. Ő arról nem tudhatott. Bíznia kéne bennem, és nem úgy kezelnie, mint egy csecsemőt. Nincs értelme, Joe. Meg kell tanulnia, hogy már tudok magamról gondoskodni, és nincs szükségem arra, hogy bárkinek a szoknyája mögé bújjak. Ej, de fel vagy paprikázva, sóhajtott Joe. No és akkor hogy akarod rendezni ezt a dolgot? Neki kell bocsánatot kérnie, és higgye el, ha azt mondom, hogy titoktartás kötelez. Az Isten áldjon meg, ezt soha nem fogja megtenni. Addig nem megyek le, amíg meg nem teszi. Jaj, Teddy, légy észnél, hagyd ezt most annyiban én. Én pedig majd kimagyarázom az egészet, amennyire lehet. Itt fenn nem maradhatsz, úgyhogy semmi értelme itt füstölögnöd. Úgy sem akarok sokáig itt maradni, majd elszököm és valahova elutazom. Aztán, ha rájön, hogy eltűntem, biztos, hogy hamar megkeres. Hát az lehet, de nem lenne helyes elmenned, hogy ő akkodjon miattad. Ne papolj nekem! Washingtonba megyek, meglátogatom Brooke-ot. Washington vidám hely, és ezek után legalább szórakozom egy jót. Ó, de jó neked! Bárcsak én is elmehetnék, felelte Joe, elfeledkezve a bölcs tanácsok szerepéről, miközben maga elé képzelte a fővárosi életet. Hát gyere! Miért ne? Gyere és megleped apádat, én meg feldobom Brooke-ot. Hátrahagyunk egy levelet, hogy jól vagyunk és nekivágunk. Nekem van elég pénzem, neked is jut belőle, abban pedig nincs semmi rossz, ha meglátogatod apádat. Egy pillanatig úgy tűnt, Joe hagyja magát rábeszélni, főleg, hogy neki is elég vadnak tűnt a terv. Elege volt a törődésből, a bezártságból, már nagyon vágyott valami változásra. Ráadásul az apjával való találkozás gondolata, tetézve az ismeretlen táborokkal és kórházakkal, no meg a szabadsággal és szórakozással igen csábítónak tűnt. Szeme felragyogott, miközben sóvárogva nézett ki az ablakon, de amikor megpillantotta a szemközti öregházat, megrázta a fejét és szomorú, de megmásíthatatlan döntést hozott. Ha fiú lennék, elszökhetnénk együtt, és csuda jól szórakoznánk, de minthogy Isten csapásaként én lánynak születtem, kénytelen vagyok illendően viselkedni. És itthon maradni. Ne csábíts, Teddy. Ez különben is őrült terv. Pont ez benne a jó, mondta Lori tetrekészen, és úgy érezte, bármire képes lenne, hogy kitépje magát a kötelékeiből. Elég, hagyd abba, kiáltotta Joe, és befogta a fülét. Nekem, mint lánynak, csak az affektált beszéd való és a legjobb, ha minél előbb rá is szokom. Azért jöttem, hogy erkölcsi kioktatásban részesítselek, és nem azért, hogy meghallgassak olyan szamárságokat, amik megszédítenek. Azt tudom, hogy megvisza utasítana egy ilyen ajánlatot, de azt hittem, benne több a mersz, próbálta Lori tovább ütni a vasat, amíg még meleg. Hallgass, te jó madár! Ülj le és gondolj a bűneidre, ne az enyémet szaporítsd. Ha ráveszem a nagyapádat, hogy bocsánatot kérjen, mert megráncigált, felhagysz a szökési tervvel? Kérdezte Joe komolyan. Igen, de nem fogod megtenni. Válaszolta Lori, aki szívesen kiengesztelte volna a nagyapját, de előbb megtépázott, büszkeségét kellett helyrehoznia. Ha a fiatalat tudok bánni, az öreggel sem lesz gond, motyogta Joe és kisétált. Ott hagyta Lorit, és aki egy vasúti térkép fölé hajolt. Bújj be! Hallatszott Lawrence úr goromba hangja, amely most, hogy Joe bekopogott az ajtaján, még gorombábban szólt, mint addig bármikor. Csak én vagyok, uram. Visszahoztam a könyvet, mondta Joe szeliden, amikor belépett. Kérsz egy másikat? Kérdezte az öreg úr, aki jól látszott a bosszúság és rossz kedv, bár igyekezett nem mutatni. Igen, kérnék egyet. Annyira szeretem az öreg szemet. Azt hiszem, megpróbálkoznék a második kötettel, válaszolta Joe, abban a reményben, hogy ezzel kicsit megbékíti az öreg urat, aki Boswell szerelmes művét, a Johnson-t ajánlotta neki. Az öreg úr
bozontos szemöldökkel kissé elsimult, amikor odabattyogott a polchoz, ahol a Johnson művek sorakoztak. Joe felpattant és felmászott a létra felső fokára, mint aki a könyvet keresi, de valójában azon törte a fejét, hogyan térjen rá okosan látogatása valódi tárgyára. Mr. Lawrence láthatóan megsejtette, hogy valamit forgat a fejében, mert miután ide-oda járkált a szobában, hirtelen felé fordult, és olyan éles hangon szólalt meg, hogy a Rassilas lepottyant a földre. Mit művelt az a fiú, mert megint ne próbálj falazni neki, tudom, hogy valami csibészséget csinált. Láttam rajta, amikor hazajött. Egy szót sem tudok belőle kihúzni, és amikor megfenyegettem, hogy kiszedem belőle az igazságot, kirohant és bezárkózott a szobájába. Rosszat csinált, de megbocsátottunk neki, és mindannyian megígértük, hogy hallgatni fogunk a történtekről, felelte Joe kényszeredetten. Ezzel még nem nincs, elintézve az ügy, nem bújhat el egy ígéret mögé, csak mert ti lányok olyan vajszívűek vagytok. Ha félre lépett, vajon szint, kérjen bocsánatot, és kapja meg a büntetését, mondd el Joe, nem tűröm, hogy tudatlanságban tartsatok. Mr. Lawrence olyan fenyegetően és szigorúan beszélt, hogy Joe legszívesebben elfutott volna, ha lehet, de fent ragadta a létra tetején. Mr. Lawrence pedig a létra aljánál állt, mint egy oroszlán a kapuban, úgyhogy Joe kénytelen volt a helyén maradni és megküzdeni a helyzettel. Higgye el, uram, nem mondhatom el. Anya megtiltotta. Lori szint vallott, bocsánatot kért, és a megérdemelt büntetését is megkapta már. Nem azért hallgatunk, hogy falazzunk neki, hanem más valaki miatt, és csak több bajt okozna, ha ön közbelépne. Kérem, ne tegye, részben az én hibám volt, ami történt, de most már minden rendben van, úgyhogy borítsunk rá fájtlat, és beszélgessünk a Ramblerről, vagy valami más, kellemesebb témáról. Pokolba a Ramblerrel, gyere le és bizonyítsd be, hogy ez a hebehúrgya fiú nem volt hálátlan vagy tiszteletlen. Ha mégis, akkor azok után, hogy ti milyen kedvesek voltatok hozzá, a saját kezemmel fogom agyon csapni. A fenyegetés szörnyen hangzott, de Joe-t nem ijesztette meg, nem tudta, hogy a hirtelen haragú öreg úr egy ujjal sem nyúlna az unokájához, bármit mond is. Engedelmesen leült és elmondta a csíntevést. Úgy enyhítette, ahogy csak tudta, de Meget nem árulta el, és az igazságról sem feledkezett meg. Hát, ha a fiú azért tartotta a száját, mert megígérte, és nem megáltalkodottságból, akkor megbocsátok neki. Nagyon makacs fickó, és nehéz vele bánni, mondta Mr. Lawrence, és a hajába túrt, amitől úgy festett, mint a szélviharból érkezett volna éppen, és rosszan Lord kifejezése megenyhült. Velem is nehéz, de egy kedves szó többet ér nekem, mint a király összes lova és katonája. Igyekezett Joe egy jó szót szólni a barátja érdekében, aki az egyik kalamajkából a másikba került. Azt gondolod talán, hogy én nem vagyok vele elég kedves, csattant fel az öreg úr. Dehogy is, uram, néha túl kedves is, de ha próbára teszik a türelmét hirtelen haragú, ön nem így gondolja? Joe elhatározta, hogy most már véghez viszi a küldetését, és igyekezett higgadtnak mutatkozni, bár egy kicsit remegett vakmerősége miatt. Nagyon meglepődött és megkönnyebbült, amikor az öreg úr nagy koppanással az asztalra dobta a szemüvegét. Igazad van, lányom, az vagyok. Szeretem a fiút, de túlzottan próbára teszi a türelmemet, és nem tudom, mi lesz ebből, ha így folytatjuk, jelentette ki kertelés nélkül. Megmondom, el fog szökni. Joe már is sajnálta, hogy kicsúszott a száján, de figyelmeztetni akarta az öreg urat, hogy Lori rosszul tűri a korlátozást. És azt remélte, hogy így türelmesebb lesz a fiúval. Mr. Lawrence vörös arca hirtelen megváltozott és leroskadt a székére, miközben szomorúan pillantott a jóvágású férfi képére, amely az asztala fölött függött. Lori apját ábrázolta, aki fiatal emberként csak ugyan elszökött otthonról, hogy megházasodjon a dőfös öregember akarata ellenére. Joe megérezte, hogy Mr. Lawrence már bánja a múltat, és azt kívánta, bár csak tartotta volna a száját, hogy kiköszörülje a csorbát, így folytatta. Nem teszi meg, ha nem lesz nagyon nyugtalan, és csak olyankor fenyegetőzik vele, ha
belefárad a sok tanulásba. Én is gyakran eljátszom a gondolattal, főleg mióta levágattam a hajam. Úgyhogy, ha egy napon nem talál bennünket, akkor két fiút kerestessen, lehetőség szerint az Indiába tartó hajókon. Joe mindezt nevetve mondta, és Mr. Lawrence is megkönnyebbülten hallgatta, hogy tréfának tekintheti az egészet. Te kis kópé, te! Miket beszélsz? Hol a nekem járó tisztelet meg az illemtudó neveltetésed? Ej, lányok, fiúk! Isten átkaíti! Mennyi gond van veletek? De mihez kezdenénk nélkületek? Csipkedte meg, jókedvűen, Joe arcát. Menj és hozd le azt a fiút vacsorázni, mondd meg neki, hogy nem haragszom, de azt ajánlom, hogy ne durcáskodjon a nagyapjával, mert azt ki nem állhatom. Nem fog lejönni, uram. Bántja, hogy nem hitte el neki, hogy nem mondhatja el, ami történt. Azt hiszem, a ráncigálással is nagyon megsértette. Joe próbálta ezt nagyon meghatóan előadni, de feltehetően nem sikerült, mert Mr. Lawrence nevetni kezdett. Joe viszont már tudta, hogy nyert ügye van. Ezt igazán sajnálom, és feltehetően hálás lehetek, hogy ő nem rácigált vissza. Mi a csodát vár ez a fickó? Kérdezte, mint aki kicsit szégyelli, hogy olyan hirtelen cselekedett. Én az ön helyében írnék neki néhány bocsánatkérő sort. Uram, Lori azt mondja, hogy addig nem jön le, amíg ezt nem kapja meg, és Washingtonról, meg hasonló vadtervekről hablatyol. Egy formális bocsánatkérés ráébreszti, milyen ostoba, és biztos, hogy utána olyan lesz, mint a kezes bárány. Próbálja meg. Szereti a mókát, és jobb is így, mint szóban. Én szívesen felviszem, és figyelmeztetem a kötelességére. Mr. Lawrence szúrosan nézett rá, aztán felvette a szemüvegét, és lassan mondta. Ravasz kis róka vagy. De nem bánom, ha te meg Bett behálosszok. No, adj egy papírt, aztán legyünk túl ezen a szamárságon. A levél olyan stílusban íródott, hogy ahogy egy úriember ír egy másiknak, ha mélyen megbántotta. Joe puszit nyomott az öreg Lawrence kopasz fejére, és felszaladt, hogy becsúsztassa a levelet Lori ajtaja alatt, majd a kulcsukon át figyelmeztette, hogy engedjen, legyen életelmes, és egyéb képtelenségeket zagyvált, mivel az ajtó zárva maradt, úgy hagyta a levelet, bízva jótékony hatásában. Csendesen indult éppen lefelé, amikor a fiatalember lecsúszott mellette a korláton, és a lépcső alján a legjámborabbat kifejezéssel várta. Csuda jó barát vagy, Joe. Nem csapott agyon? Tette hozzá nevetve. Nem, de végül is egész kedves volt. Átgondoltam a dolgot. Már te is meggyőztél, és úgy éreztem, a pokolban lenne a helyem, kezdte bocsánat kérőn. Ne beszélj ilyeneket. Kezdj egy tiszta lapot, Teddy fiam. Állandóan új lapokat kezdek, és mindig elrontom, mint régen az írás füzetemben. Annyiszor kezdtem újra, hogy soha nem jutok a végére, tette hozzá a fiú gyászosan. Menj, edd meg a vacsorát, utána jobban érzed magad. A férfiak mindig morrognak, ha éhesek. Azzal Joe kirobogott az ajtón. Ez a fajtám címkézése, idézte Lori Amy-t, miközben elindult, hogy nagyapja társaságában kötelességtudóan elfogyassza az esti pástétumot. Nagyapja roppant békés hangulatban volt, s a nap hátra lévő részében messze menő tiszteletet tanúsított iránta. Mindenki azt hitte, hogy a dolog ezzel lezárult. A kis felhő elvonult, de a gonosz tréfa megtörtént, és bár a többiek elfelejtették, meg emlékezett. Soha nem utalt egy bizonyos szemére, de sokat gondolt rá, és még többet álmodozott róla, mint addig. Egy alkalommal Joe bélyeget keresett nővére asztalában, de helyette egy kis cetlit talált, amelyen ez állt, Mrs. John Brooke. Joe fájdalmasan felnyögött, és a papírfecnit a tűzbe dobta. Úgy érezte Lori csíntevése, csak közelebb hozta a számára, hogy gyászos nap eljövetelét.